A bajnokság harmadik fordulójában a két nyeretlen csapott össze. A szegedi kékfehérek a ZTL-től és a Szolnoktól, míg mi szintén a Szolnoktól és a Falkótól szenvedtünk vereséget. Mellettünk szólt a hazai pálya előnye és a betegek Tóth és Rakicsanyin felépülése. Az első negyedet 4 ponttal nyertük. A folytatásban is ugyanazt kaptuk, azaz egyik fél sem tudta leszakítani a másikat. A harmadik negyed a vendégeké volt, így még szorosabb eredménnyel vágtunk bele az utolsó 10 percbe. A váltott vezetés után a szegedék egy kisebb előnyt tudtak kiharcolni. Lépés hátrányba kerültünk, és a sok elhullajtott pont, a gyenge dobó teljesítmény megpecsételte sorsunkat. Gratulálok a Szegednek, hogy játék alapjával ez a meccs nekünk állt. Csak ilyen kevés pontos meccsek, ha egy csapat 50% dob, büntető 13-14 büntető hibáztunk, meg 22-3% triplák, nyilvánvaló az ellenfelnek adsz egy ilyen ereje, hogy vége ő fölül kerekedtek. Ha kicsit jobban koncentráltunk ez a tiszta pozícióba, ez a meccs, amilyen lett volna, csak ez sportban nincs, úgyhogy mi kikaptunk, ők nyertek. Hazai pályán 70-74. Szomorkodhatunk az elszalasztott lehetőség miatt, de a hétvégén már újabb mérkőzés vár ránk az oroszlányok otthonában.